Hogy olvassak föl egy verset, ez 9, Zsoltárok 91-es fejezetből a 14-es vers lesz. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt. Vele vagyok háborúságban, megmentem, és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat. Ez természetesen a mindenható beszél, és ez az ő üzenete. Szóval segítségül hívjuk, meghallgat, segít a háborúságban, megment, megdicsőít, hosszú élettel elégít meg, és megmutatja a szabadságot. Mi ennek a feltétele? Mit mond ő? Hogy mi a feltétele annak, hogy ezeket megteszi? Azt a 14-es versben írja le, mivel hogy ragaszkodik hozzám, maga az ember, megszabadítja az ember, felmagasztalja őt, miért? Mert ismeri az én nevemet. Nézzük meg még egyet, ez pedig ezik a 36-os és onnan lesz a 20-22-es. 20 és és bemenvém a pogányokhoz, akikhez menének, ugye ez Izraelről szól, Izrael népéről, akik a pogányokkal összekeveredt, vegyültek. Megfertéztették az én szent nevemet, megfertéztették az én szent nevemet, mikor ezt mondták róluk, az Úr népe ezek, és az ő földéről jöttek ki. Ekkor könyörültem. Szent nevemért, melyet megfertésztetett Izrael háza a pogányok közt, akikhez menének. Ennek okáért mondjad Izrael házának, ezt mondja az Úristen, nem ti érettetek cselekszem, Izrael háza, hanem az én szent nevemért, melyet ti megfertésztettetek a pogányok közt, akik közé menének. menétek. Miért is fontos, vagy miért is olvastam föl ezt a három, ezt a négy versszakot, ugye a zsoltárok, és ezt a hármat? Hiszen mind a kettőben arról beszél, hogy ismerik az ő nevét. Az Ezekielben teljesen egyértelmű, hogy a Mindenható számára az ő neve, az az egy teljes mértékben érintetlen név. Az nem, az nem úr, nem Isten, nem akármi, az egy név. Az úr és az Isten azok titulusok. Akkor hogy lehet, hogy senki nem beszél a nevéről, mikor ez ennyire fontos a mindenhatónak, hogy majd ezt meg fogjuk látni a későbbiekben, hogy mennyire is. De ez ebből a pár vers, verszakból is kiderül, hogy számára ez igenis fontos. Hiszen azt mondja, hogy megfertésztetik az én szent nevemet. Miért? Azért, mert ezt mondták róluk az Úr népe ezek, és az ő földéről jöttek. Azzal, ahogy viselkedett Izrael, azzal beszenyezte a nevet. Hogy az Úr népe. Ki az Úr? Az Úr az nem egy név, az egy titulus, egy cím. A 21-es vers, ekkor könyörültem szent nevemért. Nem, amit amit Izrael megfertőztetett a viselkedésükkel. Ennek okáért 22-esben így szó. Ezt mondja az Úristen. Az Úr az nem egy név, és az Isten sem egy név. Nem, nem Izraelért cselekszik, hanem az én szent nevemért. Hanem a saját szent nevéért. Biztos, hogy számára fontos lehet a neve. Hogyha ennyiszer elmondja csak ebben a három versben, de mutatok még számtalan példát a későbbiekben, most csak azt akartam érzékeltetni, hogy amikor az ember azt mondja, hogy az Úristen, vagy az Úr, vagy a, a Mindenható, vagy akármi, ezek nem nevek. Különösképpen nem az Úr és nem az Isten, ezt majd meglátjuk ezt is hamarosan. Egyelőre csak azt akartam érzékeltetni, hogy bár mi azt gondoljuk, hogy ó, a mindenható majd tudja, meg ő, ő, ismer engem, meg stb. stb. Ő nem ezt mondja. Ő azt mondja, hogy segítségül, mivel ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Az Úr és az Isten az nem név. Kit szabadít meg, kit magasztal fel, aki ismeri az én nevemet. Nézzük meg, hogy mi az, amit a névről tudunk. Én, nem, én azt, azt semmiképp nem mondom, hogy ez, ha, ha, valaki ebben nem hisz, vagy valaki nem így használja, akkor az, az elveszett, vagy csak, csak, ez a név lehetséges, és, és bárki, aki ezt nem használja, az nem, azt nem hallgatja meg a mindenható, vagy, vagy azt nem, nem, fog segíteni, vagy én, én nem ezt szeretném mondani. Amit én mondanék, az az, hogy ahogy az ember tanul, és ahogy az embernek egyre több dolgot árul el a mindenható ezen az úton, úgy az ember változik. Mindannyian, akik keresik az igazságot, azok, azok szeretnének többet tudni. Ahogy többet tudnak, úgy egyre jobban változik a viselkedésük, és szerencsés esetben egyre jobban egyre közelebb kerülnek a mindenhoz. Én szerintem a név ismerete, illetve használata az egy lépés. Ha valaki ezzel nem ért egyet, az abszolút nem azt jelenti, hogy, hogy ő, ő, teljesen ki van zárva, vagy, vagy bármi. Ez, ez csak azt jelenti, hogy mi mindannyian más úton haladunk, és mindannyian más ütemben haladunk. Én csak szerettem volna ezt megosztani, mert lehet, hogy vannak olyanok, akik, azt mondják, hogy ebben van valamiféle logika. Különösképpen azért, hiszen semmi sem az, amit én gondolok. Ez mind, mind a, a, magából az írásból jön, ezek versek, amiket bárki elolvasott, ez nem az én nem. ez nem az én véleményem, amit eddig is láthattátok Zikia, vagy pedig Zsoltárok könyvével. Ezt egy kommentben olvastam, és nagyon, egyszerűnek találtam magát a nevet, úgyhogy, úgyhogy ezért felhasználom, szóval ez nem az én ötletem volt, hogy ezt a nevet használjuk, de ez bárki eljátszhatja a saját nevével. Azért választottam őt, mert remélhetőleg nem kell bemutatni senkinek, nem különösebben azért, mert ő egy... És tehát ő egyáltalán nem egy olyan ember, akit én bármibe is nézek, de, de gondolom, hogy mindenki ismét George Bush-t. Szóval egy, egy, csak egy kérdés. Amikor George Bush ellátogat Magyarországra, ha volt itt, ezt nem tudom, akkor ugye úgy köszöntik, hogy George Bush az Egyesült Államok elnöke. És nem azt mondják, hogy hogy bokor, vagy cseri, vagy törpefa, vagy sövény, György, amit a neve jelent, ugye George Bush, azt jelenti, hogy Bokor György, vagy Cserje György, vagy Törpefa György, vagy Sövény György. Amiért lényeges ez, az az, hogy a név egyrészt nem fordítódik le egy nyelvről a másikra, amikor az ember más országba kerül. A név megmarad Ugyan annak, ami mindig is volt, hiszen ez az ember neve, ha Nagy István ellátogat Dél-Afrikába, akkor Nagy István nem úgy fogják hívni, hogy Stephen Big, mert a neve Nagy István marad, csak esetleg másképp ejtik ki ott, de a név attól ugyanaz marad. Erre egy nagyszerű példa például az orosz nyelv, ahol cirébetűkre átírják a nyugati neveket, és úgy ejtik ki. Erre most nem tudok így nagy hirtelen példát mutatni, mert a, nem úgy van beállítva az internet böngésző, de ezt mindenki el tudja képzelni. Cirébetű másképp néz ki, ezért ők nem ö, a mi ABC-nket használják, csak egyszerűen átírják a George bush fonetikusan círébetűkkel. De az nem azt jelenti, hogy lefordítják oroszra. A másik ezzel a az Úr dologgal és az Isten dologgal kapcsolatban, mikor azt mondja, hogy megszabadítom, felmagasztom, mert ismeri az én nevemet, ismeri a nevét. Itt azt írja, az én, megfertészeték az én szent nevemet, könyörültem a szent nevemért, és azért teszem a szent nevemért, ő a nevéről beszél. Ennek az embernek a neve George Bush. Amennyiben George Bush egy egy koktélpartin vesz részt, ahol rengeteg ember van, és valaki meg akarja szólítani, és azt mondja, hogy uram, vagy azt mondja, hogy ember, vagy azt mondja, hogy férj, vagy azt mondja, hogy vezető, akkor nem biztos, hogy George Bush oda fog figyelni rá, hiszen ő nem az egyetlen úr, vagy vezető, vagy férj, vagy ember abban a közösségben. Természetesen, és ez fontos megérteni, én nem azt mondom, hogy ő egyenrangú lenne a mindenhatóval. Ez azt hiszem egyértelmű, nem ez, amit akarok mondani. Természetesen a mindenható meghallgatja azt, aki tudatlanul az Úr vagy az Isten szót használja, és így közelít hozzá, és elvezeti az igazsághoz elő vagy utóbb. A lényeg az, hogy Úr és Isten számtalan van. Valaki azt mondhatná, hogy nem, nem, csak egy Isten van, én, én, én arra az egy Istenre gondolok. Hát persze, hogy ne, arra gondolnánk, tehát akkor mi a helyzet, mi a helyzet ezekkel a dolgokkal itt mondjuk beáll, Bafomet, vagy, vagy ezek a az más pogány istenségek, mint mint Beál, e, Poseidon, Mars, vagy az összes többi. Őket is istennek hívják, Dégan. És ezt nehéz lenne letagadni, hogy ezek a, a, a pogány dolgok hindu, hinduizmusból, vagy buddhizmusból, itt van még egy kép, vagy még egy, még egy. Ezek mind, mind istenek. Ha ezt valaki nem így gondolja, akkor erre találhatunk a Bibliában is példát, hogy a mindenható is azoknak hívja őket. Ha ezzel valaki nem ért egyet, és azt mondja, hogy nem, csak egy Isten van, és stb., akkor, akkor, itt van, ha beírja valaki azt a keresőbe, ez a Bible Gateway oh, Istenek, arra van 131 találat. És ez csak az, hogy, hogy istenek, ha azt írjuk be, hogy isteneik, vagy stb. akkor lesz még több. De például egy Mózes 35. Hányjátok el az idegen isteneket, akik köztetek vannak? Egy Mózes 35. Átadták ezért Jákobnak az idegen isteneket, kik nálok valára. Ugye ezek báványok. 2 Mózes 23. Mindazt, amit néktek mondtam, megtartsátok, és idegen istenek nevét ne emlegessétek. É, nézzük, 2 Mózes 32, ez a nép nagy bűnt követett el, mert aranyból csinált magának isteneket. É, nézzünk még 5 Mózes 13, nosza, menjünk és tiszteljünk idegen isteneket, akiket nem ismertetek. Következő, 5 Mózes 18, de az a proféta, aki őt mert szólani az én nevemben, amit én nem parancsoltam néki, és aki idegen istenek nevében szól, halljon meg, az a proféta. Idegen istenek neve. Tehát idegen istenek vannak. Oké, okay, nézzük. 5 Mózes 28. És szolgálni fogsz ott idegen isteneket, fát és követ. Akkor még egy párat mutatok, mert hogyha esetleg valaki azt hinné, hogy hogy ez csak az Ószövetség. Nézzük. Bírák 5-8. Új isteneket, ha választott a nép, mindjárt kigyúd a harca kapuk előtt. De pajzs, és dárna, ahogy láttatott ti a 40 ezeknél az Izrael között. Új istenek. Bírák 10. Menjetek és kiátsatok azokhoz az istenekhez, akiket választottok, szabadítsanak meg azok benneteket a ti nyomorúságotok idején. Kifogja őket meg szabadítani Zsoltára 91, mivel hogy ragaszkodik hozzám, meg szabadítom őt felmagasztalom, mert ismeri az én nevemet. Míg a bírákban így szól, menjetek kiátsatok azokhoz az istenekhez, akiket ti választottatok, szabadítsanak meg azok benneteket a ti nyomorúságotok idején, míg ő azt mondja, hogy azt megszabadítja, aki ismeri az ő nevét. Um. Első királyok kilenc, hanem elmentek, és idegen isteneknek szolgáltok, és meghajoltok azok előtt. Idegen istenek ismét, tehát vannak idegen istenek. Egy krónika 16, mert az úr, és igen dicsérendő és rettenetes minden istenek felett. Tehát vannak idegen istenek, és vannak más istenek. 2 Krónika 28. Júdának minden városaiban is magaslatokat építe, hogy az idegen isteneknek is és ingeni az urat, atyái istenét. Tehát a különbség plusz, pusztán annyi itt, hogy ez itt nagy ível van írva. Akkor a kérdés az, hogy vajon Isten az egy néve, vagy pedig egy titulus, egy cím. Azt hiszem, hogy ezekből egyértelműen kiderül, hogy az Isten vagy az Úr, az nem egy név. Tehát mikor azt mondja, hogy... Hogy... És bememén a pogányokhoz, akikhez mennének, megfertéznek az én szent nevemet, és hogy könyörültem a szent nevemért, akkor biztosan nem az Istenről szól, vagy az Úrról, hiszen az Istenből... Számtalan van, egyébként ezek itt mind erről szól, amit itt ír, hogy be megfertőztették a nevét a fogányok közt. Ez az összes, az idegen Istenekkel való megfertőztésre szól. Zsoltár 86-8 nincsen uram, hozzád hasonló az istenek között. És nincsenek ö, hasonlók a te munkáidhoz. Zsoltár 826, és mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindjárt. Ez pedig Izraelhez szól. Szóval, Isten nem csak a báványokról szól, hanem azokról az emberekről is, akiket a mindenható válasz. Isten egy általános cím, egy titulus. Isten nem azt jelenti, nem, nem a név, nem az az effektív név. Az úrról természetesen nincs értelme beszélni, de ennek ellenére a másik részben meg fogjuk tenni. Még megpróbálom, egy párat csak felolvasok, mert tényleg végig uh, nézni ezen az egész, hogy uh, az egész íráson keresztül. Jeremiás 2.11. Ha cserélt én valamely nemzet isteneket, noha azok nem istenek, az én népem pedig felcserélte az ő dicsőségét tehetetlenséggel. Szóval az istenek, a kisbetűs istenek itt, azok nem istenek, ők báványok. Jeremiás 5-7. Ó, miért bocsátanék meg néked? Fia, fiaid elhagytak engem, és azokra esküsznek, esküsznek akik nem istenek. Noha jól tartottam őket, mégis paráznák ott a tartalmatok a parázna házában. Ugye ez az, hogy megfertőzték, megfertőzték a nevét. Jeremiás hmm. 11.10. Visszatértek az ő atyáiknak elébbi bűneire. Mi volt a bűn? Akik nem akarták hallani az én igémet. Mi az, mi az, a parancsolatok. Ezzel egy párhuzamot húzhatunk a mai naphoz, ahol senki nem akarja ezt hallgatni. És ők maguk idegen Istenek után járnak, hogy azoknak szolgáljanak. Oké. Okay. Akkor. Uh, Jeremiás. Nézzünk valakit Jeremiás után. Jó, vagy nézzük meg, 44.8. Ingerelvén engem a ti kezeitek alkotásaival áldozván idegen isteneknek Egyiptom földé. Kik voltak azok az idegen istenek? Ezek a pogány dolgok. sét ezek a, a, szobrok, ezek a képek, télapó, Jézus, mint Isten, Ö, akárki gyakorlatilag. tánia Mert a dolog, amit a király kíván, igen nehéz, és nincs más, aki ezt megjelenthesse a király előtt, hanem ha az istenek, akik nem lakoznak együtt az emberekkel. Kik az istenek? Az angyalok, akiket angyaloknak hívnak. Ők rájuk vonatkozik az Isten szó ezt nem lehet mind a mindenhatóra mondani. nem, nem ezen a szinten van. Ha nagy betűvel van írva, ha kisbetűvel van írva. Ez nem egy név, és ezt nem lehet egy kalap alá vonni a többi báványokkal, vagy az akármilyen eh, angyaloktól. Dániel 325, ez egy érdekes dolog, felele és mondta: Íme négy férfiút látok szabadon járni a tűz közepében, amikor ugye be, bevetették a tűzbőket, mert nem voltak hajlandóak a, le. Mm, behódolni a király előtt, mikor a zeneszoza. Szó. És semmi sérelem sincs bennek. és a negyediknek ábrázata olyan, mint valami istenek fiáé. Egy angyal akkor... Húsélás... Az Úr is szereti Izrael fiait, bár ők idegen istenekhez fordulnak és szeretik a szőlős karácsok. János 10.34 Felele nekik a Nincs én megírva a ti törvényetekben. Én mondám, istenek vagytok. János 10.35, ha azokat Isteneknek mondá, akikhez az Isten beszéd előn, és az írás fel nem bontható, stb. Isteneknek mondják az embereket is, hiszen ők Isten gyermekei. Ez az Isten dolog is egyébként egy, egy pogány eredeti szó, de már ha itt tartunk, legalább látja mindenki, hogy az Istenek, az Isten, akármi, ez, ez nem egy név és e, a mindenható egyértelművé tette, hogy az ő neve számára fontos az, hogy mi hogy gondolkodunk róla, az teljesen jelentéktel. Apostolok 14.11. -14 a sokaság pedig, mikor látta, amit Pál cselekedett, felkiállta likaóniai nyelven, mondva, az Istenek jöttek le, hogy mi hozzánk emberi ábrázatban. Kik az Istenek? Az angyalok. Ők tudták nagyon jó, hogy ezek a dolgok léteznek. Mi már nem tudjuk, hiszen e, annyi filmet láttunk, annyi ostam, a könyvet olvastunk, és annyi agymosáson mentünk keresztül, hogy számunkra ez már hihetetlen. Az emberek mindvégig tudták, hogy ezek a dolgok léteznek, és ezek a dolgok képesek az emberekkel kommunikálni. Ők az, akiket angyaloknak hívnak. Istenként. Ez az Isten szó. Ugyanazt takarja. De ezt meg fogjuk nézni később. Äh, apostolok 19.26. Elfordított, öh, hanem közel az egész Ázsiának sok népét eltá, eltá elátatván elfordította, mivel hogy azt mondja, hogy nem istenek azok, amelyeket kézzel csináltatnak. Kik ezek az ázsiai dolgok, hindú, buddhista, az összes szobrok, állatok, minden isten, reinkarnáció. Ezek a dolgok azok, akikről ott ír az apostolokban, mint ázsiaiak. Természetesen elfordította őket, hiszen az ázsiaiaknál minden isten, mindenki szobor, fa, kő, papír, répa, akármi, minden egy isten. Ezeket elfordította, hiszen nem Istenek azok. Oké. Okay. Hát én itt akartam, kicsit gyors volt ez a része, de még egy hátra van. Oké, okay. még, még gyorsan azt szerettem volna csak mutatni, hogy kettő Múzes 15-11 így Kicsoda az Istenek közt olyan, mint te, uram? Kicsoda olyan, mint te? Szentséggel, dicsérőfélelemed, dicsérendő Csodatevő. Egyetemben Istenek, mint köznév szerepel, kisbetűvel, tehát több, több, ez egy, mint egy gyűjtő név szerepe. Ha angolul megnézzük ezt, akkor az ugye Exodus 15-11, és úgy szól, hogy Who is like unto the o Lord among the gods? Ez, ez a, nem tudom, ismerős, vagy használja valaki, vagy látta -e, ez a Strong's Concordance, és ez a az eredeti nyelven írt szöveget, tartalmaz ez a Masoretic Text, szóval ez nem a feltétlenül a legrégebbi, de ez az, ami alapján a, a, akár a magyar Biblia, akár a ez a verzió, ami a King James verzió készült. Szóval ebben megtalálható az eredeti héber szöveg, vagy arámi itt lent. Szóval ha megnézzük azt, hogy Gods, Istenek, ami ugye majd ezen az Istenek szónak fele meg, az El szó. Itt van a a formája. Ez a rövid formája az Elohimnek, ami Isteneket jelent, de megnézhetjük El, megnézhetjük a definícióját Isten, kisbetűvel, Isten-szerű, egy Isten-szerű. Mighty hatalmasság hatalmas ember, mint, mint mondjuk, mint be George Bush, mint egy uralkodó, man of rank, egy rang, rangos ember, nagy, hatalmas hősök, pogány dolgok, mindenféle szobrok, istenek, istennők, amazonok, stb. Angyalok, isten, false god, egy, egy bávány, egy hamis istenség, démonok, képzelgések. Negy, az elsőben a negyedik helyen van Isten nagybetűvel, The One True God, az egy igaz isten, Jehova, ami ugye egy Hua, vagy akárki akár hogy akarja ejteni. A e, második jelentése hatalmas dolgok a természetben. És a harmadik erő, illetve hatalom. Ez a szó 245-ször található meg a a King James verzióban, és 213-szor Istenként szerepel, mikor Istenként nagybetűvel, Istenként ö, szerepel, mint amit, ö, amit mi Istennek hívunk, a nagybetűs Istennek a mindenhatónak. Szóval ez nem egy név, hiszen ez ebből is látszik, hogy ez egy gyűjtő név, melyik szóból ered. Ez, ö, ez szintén a Héber szóból Ailből ered, Ail ami kos. Kos, mint étel, mint mint áldozat, vagy oszlop, ajtófélfa, erős ember, vezető, főnök, hatalmas fa, vagy vezető. Szóval a kos. Mi is az a kos? Hát már annyit biztos mindenki tud, hogy azért a kos a szarvakkal, nem feltétlenül a minden hatónak a szimbóluma sose volt, sose lesz. Szóval akkor felmerül a kérdés, hogy mikor valaki azt mondja, hogy Isten ami ugye ebből az Elohim szóból ered, vagy a él, szóból ered, és annak egy rövid formája az Elohim, vagy El, pontosabban, akkor eh, kit is nevez meg? Rendben, ezt akartam csak bemutatni ezzel a, az istenek, Isten eh, stb., hogy mindenki lássa, hogy ez teljesen egyértelmű, hogy a Mindenható számára fontos a neve, és Isten, vagy Úr, az nem az. Utolsó, és ez pedig a God, vagy Isten nagybetűvel, ez pedig az Elohim szóból ered. Elohim. Elohim, ez a többes száma a, a az Eloa szónak. Eloah. Eloah szónak, aminek két jelentése van. Isten, vagy falzgád azaz bávány. Eloah 57-szer használ a King James verzióban, 57% szer használ, mint Isten, nagybetűvel, és 5-szer, mint kisbetűvel, az Elohim szót, aminek a jelentése, és még egyszer, akkor levezetem még egyszer, hogy mindenki lássa, és értsen. Isten, nagybetűvel, Nézzük meg magyarul, ez ugye Kettő mózás, mózás, 15, 11. Nézzük meg a teljes fejezetet, 26-os verset keresünk. Magyarul, és monda, ha a te uradnak, istenednek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekszed, ami kedves az ő személy előtt, és figyelmezel az ő parancsolatai, stb. 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 uradnak, istenednek ez itt úgy fordítódik le, hogy um, If thou will diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and will do that which is right in his sight. Szóval so a God itt ennek az Istennek felel meg, míg a Lord itt az Uradnak felel meg. A Lordot majd a második részben megtárjuk, mert arra már nem lesz itt. Szóval nézzük meg, hogy akkor honnan ered ez a God vagy Isten szó. Ez ugye az Elohim szóból ered. Elohim. Az Elohim szó jelentése: rulers, uralkodók, judges, bírók, divine ones, isteni eredetűek, angyalok, istenek, mind kisbetű ez többes számú, ez a szó Elohim. Másik, hogyha többes számban van, de egyes számút jelent. Isten, istennő, isten szerű, isten tulajdona. Az utolsó előtti sorban az igazi Isten és Isten. Rendben? Tehát ezek mind-mind megelőzik. Ez egy ugyanolyan elohim, ugyanolyan Titulus vagy cím, mint a magyarban az Isten. Vagy az előbb láthattuk az El, vagy a, akár az Eloa. És ami érdekes, az az, hogy 2600-szor szerepel ez a szó, ami utolsó helyen jelenti Istent, mint Isten a, a Bibliában. Szóval, még egyszer elmondom, lassan. Ezek a jelentések mind-mind az Isten nagybetűs Isten előtt szerepelnek. Ennek ellenére a King James Biblia 2600 szor használja, a 2346 szor használja Istenként. Ez egyértelmű, hogy ez nem egy név. Hiszen a definíció alapján az Elohim nem a név. Ez sokkal inkább az, az a cím, amit mi adunk, vagy az a titulus, amit mi a mindenhatónak adunk. De semmiképpen sem a neve. Még nézzük meg annyit, hogy eh, hogyan is vélekedik erről a különböző szótára, különböző online keresők. Isten, ez ugye a wikiszótár.hu és Isten, Isten főnép kisbetűvel. Egy, a világegyetem teremtője, a benne érvényesülő törvények forrása. Az Isten kisbetűvel teremtette a világot, <hő> sok ember hisz Istenben kisbetű, ők azt gondolják, hogy az anyagi világ öröktől fogva van, és nincs rajta kívülállók. Ok nem tudom, hogy ez mit jelent, de ők ezt mondják. Második, örökké élő teremtő lény, akinek képességei kézzel fogható és testi érzékszervekkel érzékelhető anyagi világ felett állnak Isten. A görögöknek rengeteg Istenük volt. Ha az embert szellemi lénynek tekintjük, akkor akár ő is lehet Isten New Age. Ha pedig megszabadul az anyagi világ a nyomástól, átvitt értelemben olyan személy dolog, sportoló, zenész, X-faktor, akit, amit egy személy rögeszmésen a legfontosabbnak tekint, aki, ami áthatja tettét, hogy döntés egy bálvány. Kapzsi embernek pénz az Isten, szoknyavadász életében minden nő Isten. Szóval itt egy kis szimbolika. Isten tulajdonnév, nagybetű, vallási kereszténység természetfeletti lény, aki a fizikai világ teremtője, aki ebbe teremtette az embert, felügyeli az életét, számok egy cselekedetét, és egyszülött fiát adta bűnök Isten nagybetű. A Biblia szerint Isten hét nap alatt teremtette a világot, a hívő ember szerint Isten nagybetűvel látja cselekedeteit. Oké, okay. szóval ez mindenképp egy, 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 ez, ez nem lehet tulajdon. Nem, nem. Szóval a, a kisbetűs Istennek ez a jelentése, a nagybetűs Isten, nem ez ugyanolyan, mint hogy... Jó, persze valakit ember Istvánnak hívnak, én ezt értem, de... A Biblia megmondja nekünk, megmutatja, hogy mi a mindenható neve. Isten, úr, pogány kifejezések. Pogány eredetű, és... Én nem mondom azt, hogy, hogy, hogy ne használja senki, vagy ha valakinek ez a meggyőződése használja, de a, a, lényegen nem változtat, hogy ez nem a mindenható neve. És a mindenható egyértelművé tette, hogy ő a nevét akarja, hogy az emberek használják. Isten Wikipédia. Isten fogalma azon természet feletti lényt, vagy lényeket jelent, akik vagy, aki, vagy akik a világot teremtették, és vagy annak működését, történését irányítják, vagy ellenőrzik. A politeista vallások többféle több isten létét feltételezik. A monoteista vallások pedig egy istenét. Ez azt jelenti, hogy a monoteista vallásoknak istene van. Minden isten, istennek hívnak, ez nem egy név. Vallási dualizmus, olyan vallási felfogás, mert szerint a világot két ellentétes isteni erőnek. Jónak rossznak küzdelm hozta léte. A különböző vallások más-más tulajdonságot tulajdonítok az isteneknek, és általában egyetértek abban, hogy a képességeik az emberek így meghaladják. Egyes vallásokra azonban nincs kifejezett Isten szemléletük. Nem megyek bele abba, hogy politeizmus, stb. Ugye ezek az összes pogány dolog, ami a világon létezik, az itt fel van sorolva, az EUX-tól elkezdve, Hórusz, Rászert, Zoroaster, akkor ugye a, 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 maga a pogány a kereszténység, a katolikus dolgok és a, a az úgynevezett idézőjelben zsidó, a iszlám, ami ugye egy pogány nap és hold, vallás, hinduizmus, hát amit akarsz, gnoszticizmus, buddhizmus, a kínai dolgok, afrikai vallás, ezeknek mind-mind isteneik vannak. Szóval ezt akartam csak a Wikipédián gyorsan megmutatni. Oké, okay. na hát itt, itt vagyunk a fő-fő pogányoknál. Szóval ez a katolikus lexikon Isten nagybetűvel. Az összes vallásban a legfőbb lény. Szóval Isten, amit az emberek nagybetűvel Istennek hívnak a Bibliában, az az összes vallásban a legfőbb lény. Metafizikailag minden lét alapja és oka az Ószövetségben, Jápely az Új Szövetségben a három isteni személy, atya Fűszent Lélek egy lény ez az egész mondat összefogja az egész pogány katolikus uh, vallást. Ők, ők, még mindig az ekumenikus mozgalmat hirdetik, az, hogy az összes vallásban Isten a, 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 legfőbb, tehát az az Isten, akit a Bibliából ismerünk, ez a lényege a katolikus egyház. A katolikus egyház nem más, mint a babilóniai pogány nap ö, és hold és egyéb égitesteknek, meg, meg, minden másnak, az összes csúszomászat, akárminek a tisztelete természetesen a buddhisták, a hindók, a modern keresztények, a, a akár ezek mind-mind vonzónak találják, hiszen ugyanazt a pégen, pogány hagyományt folytatják. Ugye metafizika, stb. a maga a, a szent háromság már eleve, eleve egy pogány teória, ugye kezdődve egészen Tamuz és Semiramis és Nimrod Babilóniában egészen Egyiptom át mindenhol ezt, az ember 10 perc alatt kideríteti. Ennek ellenére az emberek ezt nem hajlandok elismerni, hogy a Szent Háromság az egy pogány. Egy pogány teória, illetve egy pogány hagyomány. Szóval ez Egyiptomban is meg volt Set és rá, meg gyakorlatilag mindenhol a hinduknál. Úgyhogy már ennek gyanúsnak kéne Én csak azt akartam megmutatni, hogy Isten gyakorlatilag egy általános szó. És elnézést, hogy ilyen gyorsan ezen végig kellett de már szerintem elég időt töltünk ezzel, ezzel ahhoz, hogy, az hogy mindenki megértse, hogy mikor a mindenható nevéről beszél, semmiképpen sem gondolhat arra, hogy amit mi Istennek. Ezzel befejezném, és rá fogunk térni arra, hogy honnan is jön és mit jelent az úr szó. Amennyiben tetszett a videó, és hasznosnak találtátok, kérlek osszátok meg az ismerőseitekkel, akár Facebookon, akár egy bármelyik social media platformon, és ne felejtsetek el feliratkozni az infóbavőre a Youtube-on, ahol rendszeresen töltök fel videókat akár a, a világpolitika eseményeiről, a bibliai proféciákról, vagy pedig a lapos földről, és a Facebookon is megtalálhatjátok az infobából oldalt, ott is ugyanúgy, ha lájkoljátok, akkor megkapjátok a feltöltéseket, amiket, amiket rendszeresen frissítek. Köszönöm és remélem, hogy hogy ezzel hozzájárultam valamennyit ahhoz, hogy hogy meglássátok, hogy a világ egy nagyon-nagyon különböző és más hely, mint ahogy azt mi nagyon sokáig hittük.